egy új hazát, hol minden szögletig eljusson a nap, s tiszta levegő, hogy minden ember lásson és épp legyen. Nincs függetlenség, nincs nemzeti függetlenség ott, ahol egy ország adósságcsapdában vergődik, nincs nemzeti függetlenség ott, ahol egy ország energiaellátását tekintve ezer szálon függ külső hatalmaktól. 1848-49 üzenete 2014-ben is az, hogy a külső függőség és a belső függőség párban jár, éppen ezért a nemzeti függetlenség és a belső szabadság is párban jár. 2014-ben azt kell eldöntenünk, hogy lesz-e idő valamikor arra a közeljövőben, hogy szakítunk az új feudális viszonyokkal. Fel tudjuk-e szabadítani a magyar emberek alkotóképességét? Le tudjuk-e mosni a gyalázatot? Nincs függetlenség egy olyan országban, ahol szabadon ki lehet pumpálni az itt megtermelt jövedelmet. És nincs belső szabadság egy olyan országban, ahol hűbéri, új feudális viszonyokat alakítanak ki. Nincs belső szabadság egy olyan országban, ahol az emberek is adósságcsapdában vergődnek. Nincs belső szabadság, hogyha ugyanaz a hatalmi központ ad egyik kezéből munkát, másik kezével pedig teremt iskolát. Nincs belső szabadság ott, ahol egyetlen hatalmi központtól, egyetlen szemétől függ mindenkinek az élete, és nincs belső szabadság ott, ahol a helyi közösségek, a kisközösségek nem lehetnek szabadok. Új hazát kell teremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél, és tartósabb is kell alkotnotok. Egy új hazát, ahol ne légyenek kiváltságok kevés nagy tornyai, sötét barlangok, denevér tanyák. Egy új hazát, hol minden szögletig eljusson a nap, s tiszta levegő, hogy minden ember lásson, s épp legyen. Ne hajszoljuk magunkat újabb függőségbe. Ne legyünk egy olyan országnak sem kiszolgáltatottjai, amely 1849-ben és 1956-ban egyaránt megmutatta, mi a véleménye az önrendelkezésről. Talán túl sokszor jutunk arra a gondolatra, hogy csak nehogy baj legyen belőle, amikor nem harcolni kell kimenni, csak néhány mondatot el kellene mondani. Ezek az ünnepek a sok ezer, immár 165 éve halott magyar ezt üzeni nekünk. Szokássá vált azt emlegetni, hogy a mai korból hiányoznak a nagy államférfiak, vagy államasszonyok, Kossuthok, Széchenyik, Eötvösök, Deák Ferencek. Azért azt el szeretném mondani, hogy némiképpen ez egy természetes folyamat is. A magyar emberek most már nagykorúvá váltak, nem rakhatják a sorsukat egy-egy államférfi vagy államasszony kezébe. Mindenkinek joga van, és kötelessége is azt bizonyítani, hogy abban az életben és abban a körben, amelyben ő a mindennapjait éli, ő ott egy Kossuth és ő ott egy Széchenyi. A mai korban kisközösségek hálózatáról beszélünk. Egy olyan korban élünk, amelyben minden egyes embernek van közvetlen kapcsolata rengeteg emberhez nap mint nap. Ott, abban a körben, abban a közegben, ahol élünk, ott tudunk lenni Kossuthok és ott tudunk lenni Széchenyik. Ezt a kort csak azt tudja elvinni a 21. században, aki ezt megérti és aki ezt szerint él. Ahhoz, hogy elérkezzünk egy olyan állapothoz, ahol a felszabadítás az egyszerre igaz országon belül és egyszerre igaz az országra, Táncsics szavait kell megfogadnunk, legyen tökéletes jogegyenlőség, és ne legyen senki számára kiváltság.